Nagyon gyakran ezek a nők az életüket féltik, magyarázta Szijjártó Adrien pszichológus a nőket ért bántalmazással kapcsolatban. Egy statisztikai felmérés során kiderült, Romániában minden 30. másodpercben bántalmaznak egy nőt, évente pedig több mint 200 nő válik a családon belüli erőszak halálos áldozatává. November a nők elleni erőszak megszüntetésének hónapja. A statisztikai felmérések kimutatják, hogy az országban rengeteg nő esik fizikális vagy lelki bántalmazás áldozatául, több száz érintett akár életével fizet. Szijjártó Adrien pszichológus híradónknak elmondta, az érintettek gyakran félnek segítségért fordulni, vagy a befolyásolhatóságok miatt újra meg újra megbocsájtanak bántalmazójuknak. A bántalmazott nők megalázva érezhetik magukat, az önértékelésük is folyamatosan csökken, így nem mernek lépéseket tenni a szabadulás érdekében. A bántalmazás egy nagyon összetett téma, nagyon gyakran ezek a nők az életüket féltik, tehát ez megakadályozhatja, hogy segítségért forduljanak. Nagyon gyakran nem hiszik, hogy kapnak reális segítséget, nagyon gyakran már volt próbálkozásuk, és valul sült el. Természetesen az lenne az ideális, hogyha segítséget kérnének, de hogy ez a segítség is összetett dolog. Tehát segítség lehet egy szomszédasszony, akivel beszélget, segítség lehet egy családtag, akiben bízik, aki segíteni tud, egy lelki támasz. Szilvan Zsuzsa két gyerek édesanyja 8 éve távozott házasságából. Elmondta, a leginkább gyerekei miatt született meg az elhatározás benne, hogy cselekednie kell, méghozzá minél hamarabb. Magadra tudsz találni, ha megadod magadnak az esélyt, hogy kézbe vegyed a saját életedet. Ha képes vagy rá, nem biztos. Nem biztos. Számolni kell rettenetes retorziókkal, megsemmisülsz emberként, anyaként, megpróbálnak bíróság előtt tönkretenni, elmondanak mindennek, elveszik az anyagi létezésednek a mindenféle formáját, tehát hogy ez egy komoly harc. Mióta nyíltan beszél múltjáról, több hasonló helyzetben élő nő kereste fel segítségért. Idén nyáron megszületett benne az elhatározás, hogy valóban segíteni fog, amihez ügyvédekre, titkos menedékhelyekre és pszichológusokra lesz szüksége. Véleménye szerint tudatosítani kell az emberekben, hogy még ha fizikai bántalmazás nincs is, ugyanilyen súlyos lehet a lelki bántalmazás.